Tárdalos, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a Kisvakon csatornán. Pedig azt hittem, hogy ezen a hétvégén nem fogok kertészkedni, hát azért is egy kicsit kevesebb a videó mostanában, mert nagyon el vagyok havazva. Ráadásul ugye itt más dolgok is közre játszottak most egy pár napig, de hát végül csak kertészkedni fogok, ugyanis el fogom ma vetni a krumplit. Ennek az az oka, hogy bár idén nagyon hideg volt a tavasz, és hát szerintem jobb lett volna április első vagy második hetét választani, ez is volt a nagy haditerv. Ezt most áthúzta az a dolog, hogy megnéztem a 10 napos időjárás előrejelzést, és mint kiderült, jövő hétre is, és azután való hétre is esőt mondanak, mégpedig több napos esőt, aminek nagyon-nagyon szívből örülök, mert hát iszonyatos ez a szárazság. Viszont ugye, ha több napos eső lesz, akkor bizony a krumplit azt elég nehéz eltenni, úgyhogy ezért aztán most előre hoztam egy héttel, most földbe fog kerülni, és akkor az elkövetkezendő két hétben az a kis eső, ami lesz, az pont jó lesz neki, hogy jól meg is indítsa. Nem sok burgonyát vetek el, 50 szem burgonyát, jó esetben ez mondjuk egy 50 kg krumplit eredményez, plusz-minusz, hát attól függ, hogy milyen az év. Meg van néhány ilyen hatalmas burgonya is, ezek maradékok abból az időből, amikor párat oda tettem csíráztatni, talán emlékszünk még azokra a videókra, ahol mutattam, hogy burgonyába oltottam bele paradicsomot, és ez lesz az idei érdekesség, hogy föld alatt ugye krumplit fog teremni, föld fölött pedig paradicsomot fog teremni. És akkor abból az időből megmaradt néhány burgonya, amit ugye erre használtam, hát ezeket is félretettem, ezek is azért elkerülnek a földbe, nem pocsékolunk. Úgyhogy itt összesen nem tudom, hogy 55 szem burgonya van. Ezt a kicsi helyet szemeltem ki idén a burgonyának, itt oldalt. Nem egy nagyon széles hely, körülbelül 3 méter széles ez a rész, tehát onnantól odáig 3 méter. És nem is tudom hosszába tenni, pedig hosszára lenne jóval 10 méter fölött is. Azért nem tudom hosszára tenni, mert az én kertem, mármint ez a kert, ez nem az enyém, hanem amit gondozok, ez a kert, az én kertem az ott hol van, ez lejt. Mégpedig nem is keveset, itt ahol most állok, ahhoz képest ott a földnyel végén, ahol van a komposzthalom, odáig egy, hát több mint egy méteres szintkülönbség van, olyan másfél méter lehet körülbelül. Épp azért én ilyen hosszanti csíkokba fogom ezt az egészet elvégezni, de hozzá is fogok, elkészítem az árkokat, aztán mindig megállok és mutatom, hogy hogyan szoktam ezt csinálni. Na most, a sorok. Sorokat úgy kell elkészíteni, hogy ne spóroljunk a helye. Egy ilyen nagy kapa lesz szükséges hozzá, és van néhány régi, hát hogy is mondjam, csak népi dolog, amit én meg szoktam tartani. Mégpedig az egyik az az, hogy a két sor között jó sok helyet kell hagyni, hogy minél jobban fel tudjuk tölteni a krumplit. Tudom én, hogy sokan egyáltalán nem töltik fel, de szerintem ha feltöltjük, sokkal jobb lesz. És feltöltéskor van egy tipikus hiba, hogy sokan egy ilyen kis csúcsos, ilyen hegyes, megpróbálom ide a föld belerajzolni, szóval itt a burgonya, és akkor feltöltenek egy ilyen hegyes, csúcsos valamit rá. Ez egy nagyon nagy hiba, tehát így ez a feltöltés. Ez egy butaság, tehát így nem lehet, hogyha ez a burgonya, akkor egy trapéz alakú bakhátat kell majd csinálnunk, és ez a trapéz alakú bakhát, ez legyen jó széles, ennek legalább 50 centi szélessége legyen, akkor van jól feltöltve a burgonya. Tehát ez a kis háromszög képzése a burgonya szár mellett, majd feltöltéskor, ez nem jó. Na most ahhoz, hogy elég földünk legyen, meg helyünk legyen ehhez, ahhoz kell legalább 70 centi, hanem 75 a két sor között legyen. Lehet kevesebbet is hagyni, de akkor kevesebb lesz a krumplink, és megtörténhet, hogy fényre kerül. Tehát én azt javaslom, hogy hagyjunk 70 centit. Na most, maga a magvetés távolsága, és a sorok közötti távolság, ezt faluhelyen sem mérik. Szemre se a legjobb csinálni, mert hogyha nagy a terület, nekem itt most kevés, meg kicsi, de hogyha nagy a terület, akkor sokat csal.
tehát például az egymástól levő távolságát a burgonyáknak, ha nagyon szemre csináljuk, akkor meg lehet, hogy akár egy ládával, két ládával, három ládával több burgonyát kell a földbe tegyünk, de nem jó ötlet. Népi hagyományok szerint a burgonyának van egy elég jól meghatározott ültetési távolsága és mélysége. Na most, én itt tanultam az én nagyapámtól, hogyha a burgonyát új burgonyának tesszük el, tehát hamar ki fogjuk ásni és elfogyasztani, akkor nem szabad mélyre vetni. Akkor ilyen 3 únyi föld fedje el a tetejét körülbelül. Hogyha viszont hát őszig hagyjuk, és ugye ez ilyen elraktározandó burgonya lesz, akkor egy tenyérnyi föld legyen a feje fölött. Na most én nem akarok itt belemenni régi mértékegységbe, egy tenyér az körülbelül 10 centi, majdnem ilyen 9,5 centi. Tehát az azt jelenti, hogy így 4 únyi, egy férfi embernek a szétterített tenyere. Ennyi föld legyen a burgonya tetején. Tehát ez körülbelül 10 centi, úgyhogy eleve egy körülbelül olyan 15 centi mély árkot csinálunk, hiszen a burgonya maga körülbelül 5 centi, plusz a 10 centi föld. Én így szoktam, de persze ezt lehet másképp is, de én így tanultam, én így szoktam csinálni. A sorok közötti távolság az megint egy érdekes dolog, és összefüggés van a sor közti távolság és a burgonyák közötti távolság között. Mégpedig hát népileg ugye hogy szokták ezt belőni, amikor ugye még kézzel, hát kiskertbe idézőjelben, tehát a kiskert az mondjuk 30 ári volt a ház mögött. Ezt úgy csinálták, hogyha nem lóval csinálták, hogy mármint nem lóval húzták meg, hogy a paraszt ember ugye gumicsizmába dolgozott, és ez volt a mértékegység a burgonyák között és a sorok között is ugyanis. Hát az, hogy milyen távol van egymástól a krumpli, azzal be tudjuk lőni nagyjából, hogy milyen nagy legyen és mennyi legyen a krumpliból. Ugyanis minél közelebb vannak egymáshoz a tövek, annál kisebb számú krumpli fog teremni, de valószínűsíthetően annál nagyobb méretű. Ezért, hogyha azt szeretnénk, hogy ilyen idézőjelben első osztályú burgonyánk legyen, akkor egymástól mondjuk akár 25 centire is tehetjük a szemeket, és akkor ilyen kicsit nagyobbak lesznek, viszont kevesebb lesz mennyiségileg. Hogyha nagyon nagy távolságot hagyunk, mondjuk egymástól 40 centire tesszük ezeket a burgonyákat le, akkor számszerűleg sokkal több burgonyánk lesz, de kisebb méretűek. Ezt be lehet lőni, ezért úgy hagyományosan általában kettő közötti távolságot szokták választani, ami azt jelenti, hogy 30 cm két burgonya között. Na most egy régi mértékegységgel falu helyen ezt egy lábnak mondták. És ez azért egy láb, mert egy felnőtt férfi ember lába, mondjuk egy 43-as cipő, az körülbelül 30 cm hosszú, mondjuk 30-31 cm ilyesmi. Azt hiszem 31, ha nem tévedek. És akkor fizikailag úgy vetették faluhelyen a burgonyát, hogy az első szemet ide lepottyantotta, majd mellé lépett a 43-as lábával, és a cipője orra elé lepottyantotta a következőt, majd megint elé lépett, és lepottyantotta a következőt. Tehát szó szerint a csizmát használta mértékegységnek, és így szotyogtatta szépen be a gödörbe a burgonyákat a faluhelyen a falusi ember. Hát én is ezt fogom csinálni egyébként. Tehát én is azt fogom csinálni, hogy ugye egy-egy csizma távolságra teszem le a krumplikat. Na most a sorok közötti távolság, az legjobb, hogyha 70 centi. Mezei termelésnél ennél egy picit többet hagynak. Nem tudom, ha nem tévedek 75 centit, de lehet, hogy tévedek, traktorom az nincs. Én 70 centit szoktam, ez teljesen elég arra, hogy elég jól fel tudjam majd halmozni a földet a burgonyára, amikor töltöm bakhátat készíteni. Na most ezt se kell centizgetni, ugyanis hogyha egy csizma, egy férfi csizma, az megközelítőleg 30-31 centiméter, akkor semmi más nem kell csinálni, mint ugye odalépni sor mellé, felvenni a két csizma távolságot, és akkor utána itt már jöhet is az új burgonya sor, és pontosan 70 cm-t fogunk kapni mindenféle méricskélés nélkül, tehát ide már lehet is meghúzni szépen a barázdát. Na én ezt most megcsinálom, aztán mutatom tovább. No, elkészültek a barázdák, most a nagy sárságra való tekintettel minden barázda felületét
alaposan belocsolom. Ez kútról víz. Kicsit be is omlik tőle, ne foglalkozzunk vele. Elegyenlítődik a föld. És akkor amíg ezt itt locsolgatom, közben meséljem el, hogy amikor ezt elszívta, ugye jöhet a burgonya. Túlságosan belocsolni se érdemes, mert akkor meg rohadhat, tehát az se jó. És az a helyzet, hogy ez a burgonya termesztés, ez egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak lutri. Ugyanis ha olyan a földünk, hogy sok benne a féreg, akkor körülbelül a felét fogjuk a krumplinak leszületelni. A felét azt megeszik. Hát az enyém is ilyen. Ezért, amiután majd megcsináltam a feltöltést, tehát a bakhátat, akkor be fogom ültetni a sorok közeit. Büdöskével. Jó sok büdöske kell, de jó sok büdöskét vetettem, úgyhogy nekem büdöske lesz a krumpli között, úgyhogy remélem, hogy segíteni fog rajta. De hát aki nem ilyet szeretne, az ilyenkor az árokba egy kevés talajfertőtlenítőt belekapálhat, vagy akár még kapálás előtt, tehát a teljesen árok készítés előtt belekapálhat a földbe valamilyen talajfertőtlenítőt, és akkor nagy valószínűséggel csak egy kevés részét fogja megzabálni a mindenféle féreg a burgonyájának. Tehát én beérem a felével, igazából csak a család részére. Idén állítólag nagy drágaság lesz mindenből, úgyhogy egyrészt még anyagilag se rossz, meg aztán ha olyan a krumpli, hogy nincs benne vegyszer, akkor meg annál jobb. Két gyerek apjaként én azt mondom, hogy nem butaság. Na, belocsolom mindent, aztán megyünk tovább. Kérem, megtörtént a belocsolás, el is szívta pillanatok alatt. Rendesen nem locsolgatnám én, csak hát ez az idei év borzasztó száraz eddig. Örülök, ez a kis eső, ami lesz majd, minden be fog tőle indulni. Pedig már sok minden kinőtt egyébként, így is igazul locsolgatnunk kell, de az idei fokhagyma már mind kin van, elég szép nagyok. Spenót, ilyesmi, szintén már ilyen jó únyi. Na, szóval visszatérve, jöhet a beültetés. Na most ilyenkor, aki akar, azt tehet oda egy kis trágyát is, aki nem dolgozta még be a földet trágyával. Én ebbe összeszétterítettem egy jó nagy adag marhatrágyát, amit belekapáltam most. De aki gondolja, az műtrágyát is szórhat, csak semmiképp se ilyen olcsó valami gagyi műtrágyákat, mert krumplinak kálium kell rengeteg. Na most sok helyen láttam, hogy hamut szórnak bele, van benne valami ráció, hamunak nagy a kálium tartalma, de azért azt se felejtsük el, hogy vízzel keveredve lúgos, tehát akár még mar tönkre ne tegye a burgonyának a csiráit. Ne vegyük túlzásba szerintem ezt a hamu dolgot, beledolgozhatunk a földbe valamennyit, de azért ne sokat. Ha meg műtrágyázni akarunk, akkor olyat vegyünk, aminek a mondjuk a foszfor és a kálium tartalma magas. De én javaslom, hogy mégiscsak maradjunk a marhatrágyánál. A burgonya egy raktározó növény, és mindent elrak a gumójába. Így a műtrágyákat is, különböző nitrátokat, nem kell az a szervezetnek. Én mondom, én marhatrágyát szórtam szét, ezt ajánlom a leginkább, trágyák közül a marhatrágya tartalmazza a legtöbb káliumot. Sokan tévesen azt hiszik, hogy a tyúktrágya, de nem, az a guano, a szárnyasoknak a trágyája, az nagyon magas foszfor tartalmú, ami nem sok van a marhatrágyában, mondjuk szembe a guanóval, de a krumplinak nem foszforból kell rengeteg, az is kell, de leginkább kálium. Tehát én marhatrágyát ajánlok mindenképpen burgonyához is, gyökérzöldségekhez is, mindenhez, ami ugye föld alatt termel gumót. Úgyhogy hát nekem most nem lesz semmi trágya, de aki gondolja, az bele dolgozhat egy kis marhatrágyát, vagy olyan műtrágyát, amiknek kevés a nitrogén tartalma, de sok a kálium és foszfor tartalma. Na, vessünk! Kérem, a burgonya az elő lett csiráztatva, igaz, nem nagyok az előcsirák, de ez itt tökéletes, mert nem törik le könnyen. Tehát én szerintem ez itt tökéletes, ez a méret. És jön a vetés. Na most poénból lekaptam a csizmát is a lábamról. Hát így állapították meg faluhelyen régen, hogy mennyi legyen a táv.
beleléptek közé. Hát igazából az én lábam elég nagy, úgyhogy mondjuk ennél kisebb csizma is megfelelne, de 30 centi körülbelül ez legyen a távolság. Mondjuk ez itt most körülbelül 32. No, így most szépen elszotyogtatom az összes burgonyát. Igyekszek úgy letenni, főleg most, hogy nedves, könnyű úgy letenni, hogy a csírák azok felfelé mutassanak, mert ugye ezzel segítek neki. Na, hadd szóljon. Kérem, ben vannak a burgonyák a földbe. Nem hoztam állványt, úgyhogy most azt következik, hogy betöltöm, csak nem tudom videózni a folyamatot, de hát egyszerű, egy kapával vagy gerebjével fölé hozzuk a földet, de úgy, hogy egy pici halmot is képzünk. Tehát már most egy nagyon-nagyon pici ilyen előfeltöltést elvégzünk. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen 10-15 centi magas kis halmocskát rendezünk fölé lényegébe. Nem kell aggódni, simán át fog rajta törni. Van, aki kétszerre csinálja, tehát kétszer tölti fel, van ez az előfeltöltés, aztán majd későbbiek van egy fő bakhát készítés. Én egyszer szoktam, tehát én most már egy kicsi halmot készítek, és aztán amikor jó nagyocska lesz már, akkor feltöltök egy, hát mit mondjak, körülbelül egy ilyen 20-25 centis magasságú bakhátat, de úgy, hogy a szélessége is legyen legalább, mit tudom, mondjuk 30 centi egyik oldalra, 30 a másikra, tehát egy ilyen 50-60 centi széles bakhátat csinálok. Na hát ehhez ugye két kéz kell, úgyhogy ez csak most így szóban, aztán most elkövetem és megmutatom a végeredményt. No kérem, ennyi volt. Mielőtt zárom a videót, még egy érdekességet mutatnék, egy kis kísérletet kezdek el. Jó magam is mások okulására. De minden esetre a burgonyában vétve végül először csak 50 szemet akartam elvetni, vagy 50-50 valahányat, de aztán addig gondolkodtam, míg azt mondtam, hogy elvetem mindet. Szóval volt valami 110 szem, mindet eltettem végül. Ez az a kis mini bakhát, amit az elején készítek, látjuk, hogy széles, tehát nem egy ilyen kis csúcsos, valamilyen széles. És ezt fogom aztán majd még a kapával feltölteni, ha majd kibújik. Nem magas viszont, tehát ez egy ilyen 10 és 15 centi közötti bakhát, ami most van. Na jó, akkor valamit még elültetünk. Ide jöttem a kert egy félreeső szegletébe, hoztam magammal a reggel két zellerpalántát. Egyébként ilyenek most a zellerpalántáim. És kiültetek kettő darabot. Elmesélem, hogy miért. Ugye tudjuk, hogy a zellert az lényegében bírja a fagyot, csak nem jó korán kitenni, mert akkor megtörténhet, hogy magszárba megy. Na most én erről nem vagyok meggyőződve, mivel itt lesz a zeller majd, ezért én most kettő darabot már kiültetek, és kipróbáljuk. És akkor, aki szeretné látni, hogy tényleg vagy nem, az majd követi a videókat, és egymástól adjunk egy olyan 40 centit. Így. Így jó lesz. Ugyanolyan mélyre kell elültetni, ugye, mint amilyen mélyen volt ő eredetileg. Tehát nem sűjjesztjük be. Ugye hozok egy locsoló vizet, meglocsolom. Meg vannak szokva a nappal, meg a hűvössel is, mert már a fóliába hurcolom őket egy hete levegőzni. No, és akkor meglátjuk, hogy tényleg magszárban egy vagy nem. Itt majd lesz folytatóan későbbiekben a többi zellerem. És akkor megtudjuk, hogy igaz, vagy nem igaz ez a duma. Na hát, mára ennyi. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Én ezeket most majd meglocsolom. Burgonya el van téve. Munkát befejeztem mára. Megyek. Pihenek, mulatok egy kicsit, ma tartjuk a holnapi szülinapomat. Köszönöm a figyelmet, legközelebbi viszontlátásra!